Tavaly bőven tavasz volt, amikor ráeszméltem, hogy elmúlt január, aztán nagyon gyorsan itt lett a karácsony. Most itt ülünk januárban, egy következő januárban, és ez a január másodikai nap úgy elment, hogy arra sem emlékszem, hogy mi történt. Ez nem jelenti azt, hogy értéktelen volt, nagyon sok minden történt, csak nem úgy, ahogy tegnap elterveztem. Nagyon fontos, hogy az ember leírja azokat, amiket szeretne csinálni, és az is fontos, hogy leírja azt, hogy mi az, amit már megcsinál. Csak így tudod ellenőrizni, hogy valóban haladsz, vagy sem. Rengeteg olyan feladat van, ami nincs a listádon, de el kell végezni. Nem gondoltál előre arra, hogy ezt is meg kell csinálni. Általában ezek fontosabbak, mint amire gondolsz. Úgyhogy a legfontosabb az az, hogy ne ragaszkodj a terveidhez, hanem csináld mindig azt, amire szükséged van. Van egy reggeli rutinom az életemben, és ezt, hogyha kihagyom, akkor számíthatok arra, hogy elcsúszik a napom. Reggel kreatív vagyok, a legjobb gondolatok akkor jönnek, mégis be kellett építsek a testmozgással kapcsolatos bizonyos feladatokat. Ezek a feladatok viszont energetizálnak, és rendbe raknak úgy, hogy azt érzem, hogy minden lábam a földön van, mindent kezemmel meg tudok fogni, bármit, ami körülöttem van, egyszerűen átlátom azt, amit csinálni kell. Hát kezdjük úgy a mai napot, hogy ez úgy, ahogy van, eltűnt. Alig bírtam fölkerni, ami elég ritka a nálam. Én 6-tól 10-ig tartom ezt a rutint, tehát van egy ilyen 4 órás etap, ami főleg testmozgásokból áll, és hát erre most nem volt lehetőségem, és ennek az oka a drága kis kutyusaink voltak. Babik a tüzel, tehát most vigyázni kell, hogy Nebu, aki fiú, Babi, aki lány, ők most ne legyenek annyira együtt, de ez elég nehezen kivitelezhető, úgyhogy a reggelem azzal telt, hogy pesztrálkodnom kellett fel, ö, felettük, hogy nehogy olyat csináljanak, amit én is szívesen csinálnék, akár reggel hatkor is. A másik ok, amiért szétesett a reggelem, az a kályhánk. Van egy pellet kazánunk, és ez a pellet kazán egyszerűen leáll, nem indul, nem csinál semmit, Persze, meg lehet szerelni, csak még nem sikerült senkinek. Na mindegy, szóval ezzel kell foglalkozzak, és nem annyit, amennyit szeretnék. Ez még nem lenne elegendő ok arra, hogy az ember ott hagyja azt a feladatát, amit eltervezett, vagy amit meg szeretne mindenképpen csinálni. Hanem felül emelkedett valami más, amit tegnap nem tudtam befejezni, és ez motoszkált a fejembe, úgyhogy ahogy fölkeltem, rögtön leültem a géphez, és onnantól kezdve a gép beszippantott. Már beesteledett, amikor azt láttam, hogy nem tudok visszagondolni arra, hogy mit csináltam, pedig egyébként nagyon sok apró dolgot megcsináltam. Megcsináltam javításokat, a kutyákkal foglalkoztam, a tyúkokkal foglalkoztam, foglalkoztam ügyintézéssel, videót vágtam, megkerestem anyagokat, előkészítettem anyagokat a jövőre, elgondolkoztam különböző koncepciókon, amelyeket félig-meddig kidolgoztam, tehát képbe kerültem sok mindennel. Viszont ez egy olyan folyamat volt, amelyben teljesen kikapcsolt az agyam, és eltűnt körülöttem az idő, és ebből egy olyan érzésem lett este, hogy én semmit nem csináltam, mert az első gondolatom csak az maradt, hogy reggel nem csináltam meg azt, amit mindig is megcsinálok, vagy mindig is meg szeretnék csinálni. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember rugalmasan tudja kezelni az elképzeléseit. Azt látom sok embernél, hogy nem csak a napi feladatokban nem kezeli rugalmasan ezt, hanem hanem az élete fontos dolgaiban is berögzül neki valami, hogy mit szeretne csinálni az életben, és csak ahhoz ragaszkodva olyan dolgokat csinál, amit úgy lát, vagy úgy látott még évekkel ezelőtt, hogy ezt kell csinálni, és így kell csinálni. Ezen biztos, hogy változtatni kell. Az ember nagyon könnyen, ahogy elképzelje a célját, és el akarja érni ezeket, nagyon könnyen feladat központúvá válik. Ez pozitív lenne, hiszen ki akarna egy olyan embert, akinek a rögeszméje az, hogy elvégzi a feladatokat. De egy kicsit gondoljunk tovább ebben az egészben, és gondoljuk azt el, hogy valaki elvégez egy feladatot, és csak arra koncentrál, hogy belekezdjen a feladatba, majd lezárja azt, és azt mondja, hogy készen van. Még mindig nem bukott meg, ugye ez az állítás, még mindig olyan, hogy Isten csak adjanak ilyen ember, de ez, ez nem jó. A feladat központuság az azt jelenti, hogy nem foglalkozunk a dolog lényegével. Elvégzünk egy feladatot, majd még egyet, majd még egyet, és nem ellenőrizzük azt, hogy ez a feladat hasznos lett-e? Az építőiparban látjuk azt, hogy elvégzik a feladatot. Lebetonozták? Lebetonozták. Rossz helyre? Hát rossz helyre, de le van betonozva. A villanyszerről megcsinálta a villany? Megcsinálta. Összekötötte a drótot, összekötötte ezt, bekapcsolta ezt, mindent megcsinált, lejárt a munkaidő, végül is megcsinált mindent. Az más kérdés, hogy amikor elment, leverte a biztosítékot. Szóval a feladat az a problémája, hogy egyfajta csőlátással él az ember, és ezt nem engedhetjük meg ezt a luxus magunknak, hogy a saját életünkkel kapcsolatban ne figyeljük azt a teljes spektrumot, ami tulajdonképpen hat ránk, vagy ami kiszolgál minket az életben. Azzal, hogy kihagytam a rutint azzal, természetesen hátráltatom azt az egy feladatot, azt az egy célt, ami a nagy célnak egy része, mondjuk az egészséghez tartozó dolog. Arra figyelni kell, hogy holnap nem hagyhatom ki, holnap valami más sovására meg kell csinálnom ezt, tehát pótolnom kell, még hogyha nem is teljesen bepótolni, de holnap folytatni kell ezt az egészet. Hogyha impulzusokba gondolkozol, akkor nem azt veszed figyelembe, hogy amit ma nem csináltál meg, azt akkor megcsinálod holnap, és azt is megcsinálod, amit holnap kellett volna csinálni, hanem csak azt, veszed figyelembe, hogy megfelelő mennyiségű impulzusra van szükség ahhoz, hogy a sikert elért. Tehát, ha ma kihagytam valamit, még belefér, mert egy nagyon picit túl van tervezve minden azért, hogy éppen a hibák azok végzetes következménye ne járjanak, tehát elegendő impulzust adok, holnap a testem megkapja azt, ami amire ma vágyott, vagy amire ma szüksége volt, de nem kell duplán bepótolnom, mert az feladat központúság lenne, és itt meg kell érteni a célt az egészséghez, nem kell több, mint amennyi elegendő. Tehát úgy tervezzél mindig, hogy számíts arra, hogy vannak olyan pillanatok, amikor hibázhatunk, és azt a hibát, azt, azt úgy kell rendbe rakni, hogy a folyamatot figyelembe véve ne akadjunk meg, tehát a következő impulzus meglegyen ahhoz, Na belebotottam egy szóba, aztán elfejtettem a mondat elejét. Tehát a lényeg az, hogy a folyamat legyen meg, és úgy tervezé, hogy folyamatban gondolkozzál, folyamatot tervezzél, és a folyamatnak vannak bizonyos lépései, és ezekre koncentrálj. Ha ma nem tornáztam, ha ma nem csináltam meg az egyéb olyan rutint, amit most még nem taglalok, majd ezeket később elmondom, akkor ezt nem kell bepótolnom holnap darabszámra, hanem csak annyit kell csináljak, hogy az a lendület vagy az a folyamat, ami elindult és ma egy kicsit lejjebb ment, az vissza lehessen, az vissza lehessen hozni, és ezzel kielégítően elvégeztük azt a feladatot, amit kell. Megoldás központúság kell legyen a feladat központúság helyett, és a megoldás központúság az megmentéged attól, hogy ragaszkodjál bármilyen tervhez. Mindig el tudsz rugaszkodni, és így szabadon tudsz tervezni, szabadon tudsz haladni. Azért arra figyeljünk ám, hogyha többször kihagyunk valamit, akkor behozhatatlan hátrányba kerülhetünk. Keveset iszom, keveset alszom, eleget kell aludni, eleget kell inni, és ha ma kihagytam az alvást, vagy kihagytam az ivást, lehet, hogy holnap Eleget ihatok és eleget alhatok, de nem fogom tudni bepótolni azt, amit ma kihagytam, csak hosszú időn keresztül. Ezért a napért már többet nem tettek, jöhet a holnap.